Talán önök is emlékeznek a finom meleg nyári időre, meg a jó kis nyári estékre, amikor jókat lehetett sétálni, meg talán arra is, hogy az ember ezekben az időkben bizony sokszor megszomjazik. Ilyenkor két megoldás van, vagy cipeli magával a palackban a vizet, vagy vásárol. Az egyik nehéz, a másik meg drága néhol, főleg a pesti belvárosban. De van megoldás, méghozzá egy magyar találmány, és itt van velem a két ötletgazda. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Mit találtatok ki? Miben lesz nekünk könnyebb városlakóknak, hogyha megszomjazunk egy nyári estén, vagy akár egy őszi délutánon? Hát először is nem csak mi ketten találtuk ki, hanem négyen vagyunk, és ez az ivócsap, az egy olyan eszköz, ami minden magyarországi tűzcsapot ivókúttá tud alakítani. Tehát ez a szerkezet, ami itt van előttem, ez úgy néz ki, mint egy termosz, bár a nézők nem tudják, de ez azért jóval nehezebb, mint egy átlagos termosz. Ez az, amit rá lehet szerelni egy tűzcsapra, és a tűzcsapból utána az a víz, amit egyébként normális esetben házoltására használnak, azt mi meg tudjuk inni. Igen. És ez azért nagyon praktikus, mert tűzcsapok nagyon sok helyen vannak. Minden lakott területen Magyarországon legalább 150 méterenként, tehát igazából bármelyik közterületen találunk tűzcsapot, és ez azt is jelenti, hogy mivel ez bármelyik tűzcsapra rá lehet rakni, ezért bárhol lehet ivókutat csinálni. Ez úgy működik, mint egy nagy gomb, amit ha megnyomunk, akkor jön a tűzcsapból a víz, úgyhogy... Nézzük is meg akkor, mondom, nehéz. Szóval így kerül rá magára a tűzcsapra, ide való ez az a standard, nem tudom, hogy hívják, gyors zár, amivel igen, köszönöm, amivel a tűzoltók is ráteszik a maguk tömlőjüket. És ez maga az ivó csap, ezt a gombot kell megnyomni, és ha én ezt rászereltem volna valamire, akkor innen jön a tetejéről a víz, ha minden jól megy. Igen, pontosan. Honnan jött az ötlet? Annál, hogy még amikor egyetemisták voltunk, akkor volt egy tudományos diákkori konferencia, aminek a víz volt a témája, és bármivel lehetett pályázni, ami vízzel kapcsolatos, és akkor jutott eszünkbe először az, hogy valahogy azzal foglalkozzunk, hogy miért van ilyen kevés köztéri ivókút Budapesten. És akkor... És miért van ilyen kevés köztéri ivókút Budapesten? Mert hogy a világ nagyvárosaiban ez nem egy ritkaság, nem egy ördögtől való dolog, hogy lehet pénzzel is vizet venni. Igen, pontosan. Azért, mert egyrészt ezek a kutak, amik vannak, azok nagyon sokszor ilyen bonyolult kialakításúak, és valahogy előbb-utóbb mindig elromolnak, és ráadásul egész évben kint vannak, és sokszor így a téli fagytalanítást azt nem vészelik át. És másrészt pedig az van, hogy ezeknek nincs egy ilyen egységes tulajdonosa. Tehát sok kút tartozik sok fele, és ezért senkinek sem az az első számú feladata, hogy őket gondozza. Hát igazából nincsen gazdájuk, és így kezdtünk el gondolkodni, hogy az lenne egy működő ivókúthálózat, aminek van rendes felelőse és karbantartója, és valószínűleg egyszerűbb, hogy az nem kerületenként van, hanem egy városban az egy egységes üzemeltetés, és valójában így is jutottunk, vagy több irányba jutottunk el a tűzcsapokig. Az egyik az volt, amikor rádöbbentünk, ami egyáltalán nem evidens, hogy ivóvíz van a tűzcsapokban. Igen, ezt én sem tudtam. Az ember azt mondaná, hogy mondjuk logikusan lehet, hogy legalább két vízhálózat van, és a tűzoltóknál, hogy ebben gondolom a tűzcsap hálózatban nagyobb a nyomás, mint ami az otthoni csapban van, nem? Hát nagyobb a nyomás, de ugyanaz a vízhálózat, és pontosan ugyanaz a víz, és ez volt az egyik dolog, ami ugye sose gondoltunk volna, vagy általában nem gondolnak az emberek, de ez azt is jelenti, hogy igazából bárhol hozzá lehet férni az ivóvízhez a közterületeken, csak kell hozzá egy ilyen gomb. És a másik meg az, hogy az összes tűzcsapot a fővárosi vízművek üzemeltetik Budapesten, és egyébként meg mindenhol az adott vízmű. Tehát akkor van is egy ilyen háttere, akik egységesen tudják üzemeltetni. Na hát itt merül fel a kérdés az emberben, a magyar bürokrácia állapotát és helyzetét és rendszerét jól ismerve, hogy fiatal építészek, mert azok vagytok, egyszer csak besétálnak a fővárosi vízművekhez, és azt mondják, hogy hoztunk ám egy ilyet, és ezt föl kéne szerelni a tűzcsapokra, és akkor annyira nagyon jó lesz, és erre mit mondtak a másik oldalon? Igen, hát ez több lépésből állt, és igazából először, amikor még egyetemistaként tényleg így ezt csináltuk, hogy besétáltunk oda. Akkor, mit mondtak? Jó napot kívánok! Akkor azt mondták, hogy menjünk haza. Nem vagyok meglepve. És aztán utána csináltunk
egy prototípust így a zsebpénzünkből, és azt először fesztiválokon teszteltük, a Bánkító meg az Ördökatlan Fesztiválon, és ott a helyi kisebb vidéki vízművek, ők tök együttműködőek voltak, és egy ilyen közvetlen környezetben, így fesztiválon, ott így jól ki lehetett ezt próbálni, mert hogy tényleg egy ilyen városban azért ez egy ilyen komolyabb rákészülést igényel. És aztán utána 2014-ben pedig indultunk a Design Terminálnak a Smart City Lab pályázatán, és az volt az a pont, amikor hivatalosan is kapcsolatba kerülhettünk a vízművekkel, mert az a pályázat az több témában volt meghirdetve, és az egyik az a víz volt, és a támogató partner a fővárosi vízművek voltak. És akkor már meggondolták magukat, és elnézést kértek, remélem. Hát más volt, tehát hogy akkor már volt egy ilyen, hivatalos összeköttetés, igen. Egyébként az oké, hogy felkerül gondolom a vízművek felszereli, de akkor van ez a speciális kulcs, amivel a tűzoltók ki szoktak nyitni a csapokat, akkor azok a tűzcsapok nyitva is vannak, tehát hogy azok akkor folyamatosan. Mi van télen? Mert hogy jön a tél? Azt mondtad, hogy a kerti csapok, vagy ezeknél a kerti csapoknál is, meg ezeknél az ivókutaknál is, egy nagyon sarkalatos kérdés, hogy befagynak télen. Ezekkel mi a helyzet? Leszerelik őket. Tehát már most sincs kint egy sem. Télen ne keressünk, mert nem fogunk tudni. Csak itt az ATV stúdiójában fognak találni, de ebből meg nem jön a víz. Mennyibe kerül egy ilyen berendezés? 130 ezer forint plusz áfa. És ezt ki finanszírozza? Ezt nem saját erőből csináljátok. Hát, ami még nagyon fontos a leszerelések, hogy ezt nagyon hamar le lehet szedni, és azért a tűzoltók is le tudják szedni, és nagyon gyorsan, pár másodperc alatt fel lehet rakni, és azért az üzemeltetése ezért is viszonylag olcsó. Tehát, hogyha kell a tűzoltóknak a tűzcsap, amire rá van szerve, fogják egy mozdulattal ledobják, és onnantól kezdve rácsapnak. Igen, tehát gyakorlatilag ők nincsenek ezzel akadályozva, és eddig most úgy működött, hogy most a fővárosban van 43 darab, és van egy per vidéki városban is, amit már megvásároltak. Ezt vagy az önkormányzatok, vagy a vízművek vásárolták meg. Itt Budapesten a fővárosi vízmű és a BVL Kft. Vásárolta meg közösen, és most az üzemeltetését a fővárosi vízművek vállalta. És igazából most pontosan ez a célunk, hogy ők tudják kiszámolni azt, hogy ennek mennyi mondjuk egy havi üzemeltetési ára, hogy aztán ez bárki számára elérhető legyen, és az összes kerület, mint egy szolgáltatás tudja a vízműtől igénybe venni. És arra nem, attól nem voltak szomorúak, hogy ez vizet használ. Tehát nálunk otthon a legkisebb vízhasználást is ki kell fizetni. Nem, igazából a vízműveknek jó, hogyha az emberek használják a vizet, mert hogy fogyasztják a csapvizet kvázi, mert hogy ezt egyébként is tárolni kell, meg Budapesten szerencsére jó sok és jó minőségű van belőle, úgyhogy és egyre jobb. Nekik igen. Is jó, hogyha az emberek azt isszák. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek, nagyon örülök ennek a szerkezetnek, úgyhogy ne keressék most még, csak mondom itt a stúdióban őket, majd nyártól vagy tavasztól újra láthatják a fővárosi utcákon ezeket az ivókutakat. Egon, mit szólsz ezekhez a berendezésekhez? Ahogy a te kezedben áll ez a csap, nálad mindig lesz egy szerintem. Egyébként nekem otthon csöpög az egyik csapom, tehát hogyha kijönnél és megjavítanád, annak is tudnék örülni őszintén. Odaadom. Kéred? Ez nekem segít? Hát nem tudom. Van tűzcsapod otthon? Tűzcsapom az nincs, vízcsapom van. De a kettő ezek szerint lehet ugyanaz is.